Szevasztok, szevasztok, köszöntelek itt a Konzolok Szerve csatornán, a Mester vagyok, és megjelent a Call of Duty Mobile gyönyörűségesen, itten a telefonodra is, meg az én telefonomra is, meg mindenkinek a telefonjára is megjelent, úgyhogy ez nem egy nagy kaland, de kérlek szépen, azt tudod csinálni, tudod forgatni így a bábut, a fiút, és ugye azt mondták, hogy megjelenés napjától kezdve tudod játszani PC-n billentyűzet egérrel. Na most a hazai újságírásban megjelentek félreértések, és ezt többen kérdeztétek tőlem. Facebookon streameltem a Call of Duty Mobile-t, hogyha ezt ott voltál, akkor tudod. És többen kérdeztétek, hogy hogyan játszok billentyűzet egérrel, illetve hogyan játszom PC-vel. Na most az a helyzet, hogy a Tencent... Nél, ugye tanult emberek dolgoznak, és ők rájöttek arra, hogy nagyon sokan játszanák a játékaikat billentyűzet egérrel, így a PUBG Mobile-t is lehetett játszani, egy Tencent Buddy, vagy valami ilyesmi volt a saját emulátoruk. De most oda ment a Tencent és a Timmy, akik így készítették a Call of Duty Mobile-t a Game Loop-hoz, akik egy ilyen androidos emulátorral foglalkoznak, és így fogták magukat, vittek gondolom két táska készpénzt, és így megvették szerintem így az egészet. Ez történhetett. És lehet játszani PC-n, a Game Loop-ot kell letölteni, egyébként, hogyha rámész a Tencent Buddy, beírod Tencent Buddy, akkor is ez fog kijönni, mert hogy hivatalos emulátorja lehet a Tencentnek ez a Game Loop, tehát nem kell bedőlni annak, hogy új lenne törzs, mert ellopják az adataidat, és utána megvásároltatják veled Vietnámot kétszer. Egyébként a Call of Duty megvásároltatná veled Vietnámot, mert ahogy látod, itt most mutatom neked telefonon, hogy aztán tényleg mindent tudsz vásárolni. Tehát másról sem szól, csak a vásárlásról a játék, meg a lövöldözésről. Nekem egyébként nagyon tetszik. Jó a grafika is, nézd meg. Nyújt a katonám. Szóval nekem tetszik a játék egyébként, tehát így nyomom neki. PC-n is, és telefonon is össze tudod párosítani. Ugye Facebookkal természetesen a fiókodat, és akkor tudod mind a két gépen tolni. Szóval, nem kell bedőlni, lehet ingyen nyomatni a Call of Duty-t, hogyha az előző részeket rongyosra játszottad, és ugye nem szeretni, nem bírsz már várni egyszerűen október 25-ig. Azért látjátok, hogy nem voltam semmi Call of Duty Mobile-ban sem, és végig képzeljétek el, egy spanyol kisgyerek, meg az apja dumált a fülembe, tehát így hihetetlen voice-chat is működik, tehát már itt tartunk. Szóval nem felejtsd el, hogy október 25-én érkezik a Modern Warfare, az idei Call of Duty, ugye, és fantasztikus előrendelői ajándékokat zsebelhetsz be, link a leírásba, megjött a Family Frost, úgyhogy megyek is, szevasztok. Bár. És most miért nem nyomja a Family Frost a Dudát? Miért mindig olyankor jön, amikor videózok a Family Frost? Csókolom, a legközelebb majd a Family Frost egy jégkrémet dobjon már be, kárpótlás, hogy bele dudálnak állandóan a videóba. Ez már a negyedik videó, amiben Family Frost van. És nem szponzorálja a videót, és bele dudál, érted? Ide áll a ház elé, gondolom lesekszik, és bele dudál a videóba a Family Frost. Úgyhogy üzenem a Family Frostnak, hogy most már azért már fizetni kéne. Na, szevasztok!